Hazaérkeztek annak a román expedíciónak a tagjai, akik március végén indultak el, hogy serpák és oxigénpalac segítsége nélkül megmásszák a Himalája egyik legnehezebbnek és legveszélyesebbnek tartott 8000-esét, az Annapurnát. Időjárási és szervezési problémák miatt a mászás csak késve április második hetében tudták megkezdeni. A Török Zsolt aradi alpinista által vezetett csapatot a kedvezőtlen időjárás és különböző balesetek is hátráltatták. Így végül nem jutottak fel a csúcsra. Ezek a felvételek 2014. március 28-án készültek, amikor Krisztián Cecu temesvári fotós hegymászó, Katalin Jáksú bukaresti hegymászó, Giorgio Porancia meteorológus hegymászó és Török Zsolt hegymászó több hónapos készülődés után útnak indultak, hogy a Föld tizedik legmagasabb csúcsára, a 8091 méteres Annapurnára jussanak. Török Zsolt expedícióvezető sikeres évet zárt, ugyanis tavaly sikerült megmásznia a 8125 méteres Nanga Parbatot. Éppen ezért bizakodva nézett az új kihívás elé. Sok szerencsét, azt hiszem, az is kell. Köszönöm, igen, jó időt, jó szerencsét, és a többit megoldjuk. De nem így lett. A rossz időjárás és a szervezési problémák jó két héttel késleltették az expedíció kezdetét. A csapat végül útnak indult, ám heves esőzések, tartós havazások, jég és hólavinák gátolták az előre menetelt. Ketten fagyási sérüléseket szenvedtek, míg Giorgio Porancia, a csapat legidősebb tagja, egy jéglavinában sérült meg. Török Zsolt társak nélkül maradt, és az akkori híradások szerint egyedül próbált a csúcsra érni. Az időjárási előrejelzések azonban őt is visszatérítették. A csapat egésze végül biztonságba került, és csütörtökön hazaértek. Kredecka osztatják a repede, persze a csesztop? Nos, jó, más többször volt is a szímt. Inne. No, jorkun szüntem farte mond ide, jel? Kredka si dumna vas? Da, da, klar. Kredka si puju de tati? Jó, sunt convinsă că a făcut tot ce s-a putut în condițiile date. Sunt și eu convins că este foarte puternic așa și e foarte... El a tras cât a putut. Mai departe, cred că era deja prea, prea mult, prea periculos și important este să-l așteptăm aici. Azt hiszem, hogy a negyedét nem tudjuk mi annak átérezni, ami most itt benned zajlik, így van-e? Hát az az igazság, hogy egyszer fenn, egyszer lenn, tavaly ugye egy nagy sikerrel jöttünk haza, most pedig nem sikerült, és az egy ilyen könnyű vigasz, ugye, hogy másnak sem sikerült, hogy senkinek sem sikerült ez a helyzet. Nagyon-nagyon rossz szezon volt Nepálban, és hát na, a helyzet az, hogy nagyon szomorú vagyok amiatt, ami történt velünk, hogy óriási késés volt a helikopterrel, húzavona, nem jutottunk időben oda, rossz idő volt végig, a csapattársaim mindhárman sérültek, szóval minden adott volt, hogy ne sikerüljön. Most, jelen pillanatban én nem érzem magamban azt a vágyat, hogy megint neki fogjak, de miután 27 éve ezt csinálom, hát valószínűleg, hogy nem fogom most abba adni emiatt a hegymászást. A hosszú fotográful expedíciai. Cred că pozele pe care o să le vedem de acum încolo o să povestească foarte mult. Pozele ca pozele, dar cred că dacă am reușit noi să stăm de poveste, am spune mai multe, fiindcă mi-e teamă că anumite senzații, cum ar fi, poate și senzația de deznădejde pentru că îți dai seama că n-ai cum să ajungi pe vârf, sau senzația de bucurie că în sfârșit te afli în tabăra de bază după toate peripețiile, astea nu pot să le surprinzi în fotografie și tot senzația din spatele ochilor este cea care e mai puternică. Az Annapurna expedíciót nem kudarcként kell elkönyvelni. Ezzel egyetértenek a csapattagok. Török Zsolték feljutottak 6400 méter magasra serpák és oxigénpalack nélkül. A csúcsig az útnak technikailag már problémamentesnek kellett volna lennie, ha az időjárás nem szól közbe. Mi mindenképpen büszkék vagyunk az egész csapatra. Igen, és ezt elmondom itt személyesen is Zsoltnak, hogy tényleg büszkék vagyunk rátok, és hát Isten hozott vissza.
És nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és gondolom, hogy most akkor többet mesélhetsz nekünk. Az az igazság, hogy hallottuk, hogy mi volt azok, hogy nem jutottatok fel a csúcsra. Viszont engem most akkor más érdekel. Időjárás ide vagy oda. Laikusként azt hiszem, hogy akkor, amikor valaki egy célt kitűz így maga elé, és rájön, hogy az egyedül nem tudja megtenni, akkor egy csapatot kell összeállítson. A te esetedben ennek a csapatnak az összeállítása, az hogy zajlott, hogy történt? Ez egy nagyon fontos kérdés, és ugyanakkor nehéz megválaszolni, anélkül, hogy ne érintsünk bizonyos dolgokat. A helyzet az, hogy nagyon nehéz összehozni egy olyan csapatot Romániában, hogy adott legyen az, hogy meglegyen az idő, ugye, mert hiányzol itthonról másfél-két hónapot minimum, előtte fel kell készülni, és még utána is történnek dolgok, tehát akárhogy is veszük, egy ember, aki ebbe beszáll, az körülbelül 3 hónapot rá kell fordítson minimum. Ugyanakkor meglegyen az anyagi háttér is, tudnélik, a szponzorok mondjuk, hogy fizetik az expedíciót, és nagyjából mindent, ami azzal kapcsolatos, de viszont te nem dolgozol ez alatt az idő alatt, és nem tudsz pénzt hátrahagyni a családnak, jobban mondva csak a tartalékaid vannak, tehát már ez egy komoly probléma. És ugyanakkor pedig nagyon fontos az, hogy meglegyen benned az az indítatás, az a vágy, hogy te ezt meg is akarod csinálni. Tehát ez nem játék, nem ugyanolyan, mint hogyha elmennénk egy kirándulásra mondjuk a mi hegyeinkbe, hanem ez egy mondjuk sokszor élet-halál kérdése, tehát bárki, aki a Himalájába elmegy, és főleg egy ilyesmire vállalkozik, mint az Annapurna, az nagyjából beleszámíthatja azt, hogy talán nem jön vissza. Jó, ez egy olyan gondolat, amit igyekszünk elhesegetni, de az ott van. Igen, és itt nézem a képeket, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre adtad ezeket. Igen, a kis filmeket. Igen, ez a helikopter. Amikor mentetek, ugye, föl. Igen. Hát helikopterrel szálltunk végül is Pokharából az alaptáborba, nehezen jött össze. Egy hét csúszás volt, és nagyjából az a véleményem nekem, hogy ez az egy hét csúszás ezt hozta volna meg a sikert, vagy nem. Tehát ez emiatt... csak az időjárásnak tudható? Az időjárás, igen. Tehát a helyzet az, hogy akikkel mi mentünk, ugye akik szervezték nepáli részről az expedíciót, ők nem szervezték meg jól ezt az egészet. Mi abban a pillanatban, amikor Pokharába érkeztünk, már ott kellett volna legyen a helikopter, és tovább vigyen minket az alaptáborba. Ez nem történt meg egy héten keresztül. Sokszor az idő is közbeszólt, de meg lehetett volna oldani, hogyha komolyan vették volna. Tehát ez egy nagyon nagy probléma volt. Te vezetted ezt a csapatot. Igen. Most ismételtem ezt a bejátszásba is, és még egyszer elmondom, hogy így, ahogy rövid idő alatt én megismételtem, te nagyon konok ember vagy. Én az az érzésem, hogy elég nehéz melletted lépést tartani. Így van-e? Igen, de nem feltétlenül. Én nem mászunk gyorsan egyáltalán, Tehát én fizikailag soha nem voltam egy erős alkat, viszont ha elhatározok valamit, azt végigviszem. Tehát én ezt hangsúlyoznám ki inkább. Ezzel lehet nehezen lépést tartani. És oda kell figyelni azért a másikra. Itt arról van szó, hogy abszolút, arról van szó, hogy ha például tudom azt, hogy ahhoz, hogy tovább tudjak menni, 10 perc alatt össze kell csomagoljam a hátizsákomat, akkor én 8 perc alatt összecsomagolom. Ezzel tudnak nehezen lépést tartani mások. Igen, és oda kell figyelni, és mindenkinek el kell mondani a lépéseket, ugye, hogy mit kell csinálni, és hova kell menni. Így van. Én 27 éve mászok, és komoly balesetem nem volt. Szerintem ez nem véletlen. Nagyon jól tudom azt, hogy mit kell ott csinálni, és azt is tudom, hogy hogyan kéne onnan visszakerülni élve. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak arra koncentráljál, hogy jutsz fel, hanem számításba veszed azokat a lehetőségeket, hogy jutsz vissza. Már latolgatta a sajtó, és te is többször elmondtad, ugye tavaly volt egy sikered a Nanka Parbat, és most azért mindenki mondja, hogy ezt
tényleg nem kudarc, mert eljutottatok a hármas alaptáborig, ami nagy szó, és ha jól tudom, akkor kevesen jutottak el így, hogy oxigénpalack és serpák nélkül. Hát igen, a Annapurnára is kevesen jutottak fel, nagyon kevesen, és ez azért van, mert ha valami nagyon veszélyes, vagy híresen veszélyes, akkor sokkal többen vannak, akik nem akarnak oda menni, mint akik oda akarnak menni. Én azok közé tartozom, akik ezt keresik, és amennyiben létezik egy olyan hegy, amiket nagyon nehéz megmászni, és keresni kell a megoldást, akkor én tulajdonképpen arra állok rá, hogy megtaláljam azt a megoldást. A helyzet az, hogy idén egy nagyon-nagyon rossz, mondjuk szezon volt, a tavaszi szezon a Himalájában, és konkrétan az Annapurnán velünk párhuzamosan még ott volt egy másik expedíció is, 6 sérpával. Ezek nagyon erős emberek, és összedolgoznak, tehát az a 6 ember az komoly, mondjuk, energiát jelentett ott a hegyen, és még 3 kliens. Most ezzel kapcsolatban 2 dolgot akarok elmondani. Az egyik az, hogy ők sem jutottak magasabbra, mint a 3-as tábor, tehát nem jutottak el, hogy föltegyék a 4-es tábort, oxigénpalackkal mentek, és hihetetlen erőbedobással, energiával. Nagyon érdekes érzés volt az, amikor mondjuk, hogy ez a 9 ember lefelé ereszkedett, és azt mondták, hogy lehetetlen körülmények vannak, és mi 2 Kriszti Cékúval felfelé igyekeztünk azzal a gondolattal, hogy megmásszuk a csúcsot. És amennyiben az idő segített volna, meg is másztuk volna, vagy legalábbis én. De hát az idő közbeszólt, és sokat havazott, és Kriszti ugye fagyási sérüléseket szenvedett, és ez volt az egyik gond. Igen, itt kiejtettél most a szedegyent, hogy legalábbis te ezt akartam megkérdezni, hogy amikor láttad, hogy egyedül maradtál, ugye volt is ott olyan hír, hogy eltűntél 3 napra, és nem tudták, hogy mi van veled. Megfordult a fejedbe, hogy egyedül felmegy? Természetesen, tehát ez úgy volt, hogy amikor megbeszéltük azt, hogy fog jönni a helikopter, és Krisztit le kell vigye a helikopter, ugye először az alaptáborban, majd később Katmanduba, a kórházba, akkor én elhatároztam, hogy ott maradok egyedül, elmegyek a 4-es táborba, esetleg ott 1-2 éjszakát töltök, hogy jobban akklimatizálódjak, és majd később ugye az 5-ösbe, tudnélik, nem tudtam volna én sem megmászni a 4-esből egyenesen, hanem föltettem volna az 5-ös tábort, és onnan indultam volna el a csúcsra, ott onnan még lett volna vagy nagyjából vagy 600 méter. Megcsináltam volna minden további nélkül, amennyiben nem jött volna be az a rossz idő, amiről szó volt, és biztos vagyok benne, hogy a feleségem, ha jó idő lett volna, megmondta volna. Tehát nem volt egy ilyen dolog, hogy szándékosan arról értesít, hogy rossz idő van, és gyere le, mert féltelek. Ő nagyon-nagyon jól tudja, hogy mit tudok megcsinálni, és segített volna ebben. Ő volt a kapocs? Igen, ő volt a kapocs, Portugáliából kaptuk a fizetett előrejelzéseket, és ő továbbította nekünk. Az expedíciónak annak van egy költségvetése, ugye van, aki támogat titeket, elindultok. Ilyen esetben, amikor ugye megtörténik egy baj, és helikopterrel le kell hozni, ez jelent-e valamit pluszot? Tehát titeket például érint-e ez anyagilag, hogy azt mondja a támogató, hogy köszönjük szépen, ez minket nem érdekel? Hát a támogatók nem fizetik a mentést, mert ők tulajdonképpen, tehát ez egy hosszú húzavona volt, tavaly novemberben kezdődött, ugye a szponzorok felé, hogy ki mennyi pénzt szán erre az expedícióra, és mennyire érdekli őt, hogy ez fontos vagy nem fontos. Sikerült támogatókat találnunk, sokan segítettek be a kapcsolataikkal, barátok, ismerősök. Összejött a pénz az expedícióra, de mentésre nem, vagy pedig más dolgokra nem. Tehát, hogyha valami közbe jön, akkor azt saját pénzből, vagy pedig biztosító társaság fizeti. A mentéseket ez esetben biztosító társaságok fizetik, vagy fizetnék. George esetében ott komoly problémák vannak, mert a biztosító nem akar fizetni. Azért is tettem fel ezt a kérdést, hogy szépen visszakanyarodunk arra, hogy
Nálunk mennyire vagyunk felkészülve az ilyen expedíciókra itt Romániában? Mi a különbség a bel- és a nemzetközi hegymászás között? Hát a helyzet az, hogy ez pontosan ugyanolyan, mint a Forma 1. Tehát a Forma 1-et nem lehet pénz nélkül csinálni, és a Forma 1-ben nagyon-nagyon sok pénz van. A külföldi expedíciókban is nagyon-nagyon sok pénz van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy 10.000 eurós költségvetés személyenként mondjuk Romániából valaki így indul el, akkor a külföldi akkor körülbelül 20-30-40 ezer eurós költségvetéssel indul el. Elbeszélgettem Simone Moróval például, aki a világ egyik leghíresebb hegymászója, legsikeresebb, leghíresebb, és elmondta, hogy az ő expedícióiban külön megfizet valakit, aki profi hegymászó, aki nem mászik hegyet, csak az alaptáborban ül, és a sajtóval tartja a kapcsolatot, és ő közli a híreket, mert Moró mászik közben. Tehát ez nagyon fontos. Amennyiben te mászod a hegyet, nem igazán vagy képes arra, hogy arra odafigyelj, hogy kinek milyen hírt küldesz, képeket, bármi ilyesmi. Amikor pihensz, akkor pihensz. Örülsz annak, hogy fél órát, egy órát alhatsz, vagy ha 10 órát kell aludni, akkor az nagyon jól jön. A nemzetközi statisztikában most ez az Annapurna román expedíció, ez hogy van elkönyvelve? Hát mint próbálkozás van elkönyvelve, és hát magasabbra kellett volna jutni, mondjuk azért, hogy komolyabban vegyék a nemzetközi szempontból ezt az expedíciót. Az Annapurna, tehát nagyon érdekes az, hogy annak ellenére, hogy 1950-ben mászták legelőször, tehát azóta ugye sok év telt el, mind a mai napig az Annapurna egy akkora kihívás, hogy a világ legjobb hegymászói mennek oda, vagy pedig nagyon-nagyon elszánt emberek, nagy tapasztalattal. Tehát nagyon-nagyon érdekes és fantasztikus dolog az, hogy vannak olyan hegyek mind a mai napig, ahol ezt meg lehet csinálni. Tehát nincs semmi sem... Tehát nem lehetetlen. Igen. Nem lehetetlen. Én azért megnyugodtam, mert így beszélgettünk a stúdió felvétel előtt is, hogy azért így már vannak tervetek, tényleg nem fogsz lemondani a hegymászásról, és biztos, hogy egy-két éven belül azért megpróbálsz megint erőre kapni, meg pénzre szert tenni, hogy az Annapurnára feljussál. Erre a csúcsra. Igen, nagyon szeretnék feljutni. Itt pont egy lavina látszik, ez fantasztikus volt ezt látni élőben, és ugyanakkor nagyon jó, hogy nem voltunk ott lent. Az út egyik szakasza pont ott vezet, ahova ez a lavina igyekszik. Az a technikátok, amivel elindultatok, hogy oldalt másztok, hogy kikerüljétek a lavina, ezek szerint akkor tényleg sikeres volt. Igen, bevált. Igen, tehát nem akarok lemondani a hegymászásról, viszont a legnagyobb energia nem magát a hegymászást, vagyis a hegyet megmászni, hanem összeszedni a pénzt. Tehát ha valaki képes arra, hogy keresztül menjen mindazon, ami tulajdonképpen ezzel kapcsolatos, megszerezni a pénzt, akkor onnantól kezdve már azt csinálja, amit szeret. Ugye hegyet mászik. Lehet, hogy érzékeny kérdés, de egyedül másznál neki, vagy egy ugyancsak 4-es csapattal, vagy 2-es csapattal, vagy ezzel még nem gondolkozol? Hát egyedül semmi esetre sem, és nem azért, mert nincs hozzá merszem, vagy pedig nem mondjuk technikailag nem tudnám megoldani egyedül is, hanem arról van szó, hogy itt óriási munka van, tehát táborokat létesíteni, ugyanakkor nagyon nagy a hó, és ott egyedül nagyon nehéz előre haladni. Tehát azért kell a csapat, és azért kell a sok ember, mert föl kell vinni a köteleket, a sátrakat, és a hóban ugye kell haladni. Tehát számban 4-es fő ideális. Nem ideális. Lehetett volna 6 ember, 8 ember, minél több, annál jobb, viszont hogyha 8 ember van, akkor 8 lehetőség van a balesetre, vagy 8, tehát ugye ez így működik. Ugyanakkor visszatérve az első kérdésre, mint csapat, tehát felsoroltam nagyjából, hogy mi kell ahhoz, hogy összeálljon egy csapat. A helyzet az, hogy sajnos nálunk nem létezik egy egyetértés a hegymászók között. Többen vannak Romániában, akik jól másznak, és akik igyekeznek a Himalájába. Van egy jó barátom, Horjákoriban Sánó, ő mászta meg a legtöbb 8000-est Romániából, temesvári fogorvos hegymászó. Lényeg az, hogy
Mi ebben az országban nem tudtunk összehozni egy olyan csapatot, mint például Magyarországon, ahogy összehozták azt a híres csapatot, akik állandóan minden évben ugyanazok az emberek szinte mentek, és volt, ennek a projektnek volt egy neve, Magyarok a világ 8000-esei. Nagyon-nagyon szép cím, szép vállalkozás. Nálunk ez nem jött össze. Én voltam az, aki most úgy gondoltam, hogy jó lenne összehozni egy olyan projektet, hogy román expedíciók a top 5-ön, vagyis az 5 legnehezebb csúcson. A Nanga Parbat volt az első. Igen, és adja Isten, hogy ez meg is valósuljon tovább, és tényleg létrejön az a csapat, az a román csapat, ami így az ötösöket végigviszi. Én egy meglepetéssel készültem, mert tudom, hogy te nagyon szeretsz felvállalni ilyen kis, és tudom, hogy viszed a zászlókat, nem föltétlenül a nemzeti színű zászlókat viszed ki a csúcsra, hogy kiakaszt, hanem egy alapítványét, egy non-profit szervezetét, és hát végül én ezt nem azért adom neked, hogy ki akaszt majd egy csúcsra, de ki tudja, hanem azért adom oda a Magyar Adás pólóját, hogy sikerrel járjál, és szerencsét hozzon. Ez is neked, és hogy tudd, hogy mi mindig melletted vagyunk. Köszönöm szépen! Jó, és akkor nézzük meg, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor most ajánlom neked, hogy nézzük meg egy bejátszást, hisz egy olyan valakiről van szó, akit egy évvel ezelőtt veszítettünk el, hisz szerdán volt egy éve, hogy Erős Zsolt hegymászó eltűnt a Himalájában, Gyergyószent Miklóson egykori iskolája előtt emlékművet lepleztek le tiszteletére, és hagyományteremtő szándékkal emléktúrát is szerveztek a hétvégén. Nézzük, hogyan is. A 2013. május 21-én a Kancsendzöngán eltűnt Erős Zsolt hegymászó emlékét idézi 2014. május 16-ától az egykori iskolája a Salamon Ernő gimnázium előtt elhelyezett mészkősziklatömb és plakett. A Gyergyószent Miklósi önkormányzat által finanszírozott emlékmű leleplezésén sokan vettek részt. Gyergyószent Miklósnak Erős Zsolt nem csak egy lakósa, egy idevaló embere, hanem díszpolgára is, és ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy egy emléket állít ezzel az emlékművel, ami most az imént felavatásra került, hogy a feledésnek gátat állítsunk. Én őt hegymászónak tartottam, hogy nagyon jó hegymászónak. Amikor meglett a balesete, akkor hogy tudta folytatni és akarta folytatni, és ezzel példát akart mutatni. Na, ebben nem hiszek, hogy ez mindenkinek példértékű, de ha egy emberhez tud szólni, akkor megérte, és nem egy ember lesz, akinek ez nagyon nagy erőt ad. Az emlékmű leleplezését követően sokan regisztráltak a másnapi túrára. A hegymászó nevével fémjelzett nemzetközi teljesítménytúra szervezője, az Erdélyi Kárpát Egyesület gyergyói osztálya, partnerségben a Dancurás Hegyi Mentő Egyesülettel. Hajnalban több mint 300-an álltak a három útvonalon induló teljesítménytúra rajtvonalához. 7 órakor Kürtszó jelezte a 20, 30 és 50 kilométeres túra kezdetét. A gyilkostói végcélig az ellenőrző pontokon áthaladva a túrázók a Hópárduc feliratot gyűjthették ki térképpel ellátott túrafüzetükbe. A cél az, hogy egy meghatározott szint időn belül kell ezt a túratávot teljesítsék. Aki sikeresen teljesítette, az megkapja az oklevelet, meg a túra jelvényt. Hát nekünk Erős Zsolt személyes ismerősünk volt. Hát sokáig benne voltunk a szervezőcsapatban, amikor ezt a körvetítő túráját szervezték Erdélybe, tehát mi Kolozsváról vagyunk az EKÉ-től. És hát egyrészt ugye ilyen személyes jellegű is volt, hogy itt kell lenni miatta, másrészt meg hát szeretünk kirándulni. Nagyon sokan jöttek barátok, ismerősök Gyergyószent Miklósról, de ugyanakkor szép számban vannak turázók, teljesítménytúrázók Magyarországról, a legtávolabbi turázó pedig Németországból érkezett, ezért nyílt nemzetközi teljesítménytúra, és ettől arra fele is még nagyobb népszerűsítést fogunk adni ennek a turának, és reméljük, hogy évről évre ez csak fejlődni fog. A segítőkkel együtt közel 100 fős szervezőcsapat vezetői elmondták, hagyományteremtő-e teljesítménytúra, minden évben más és más útvonalon mennek végig majd a résztvevők, hogy megismerjék azokat a helyeket, ahol Erős Zsolt a sziklamászást elkezdte.